megye legnagyobb kormányablakát avattuk itt, a járási kormányablakok közül. A legkisebbel kezdtük Hévízzel, és eljutottunk arra a fordulópontra, hogy valamennyi járási kormányablak működik a megyében, az országban elsőként egyébként, tehát mi végeztünk ilyen szempontból. Ez a hetedik, és egyben a legnagyobb, hiszen 21 ügyfélpult van, és 3 fotófülkével állunk a kedves állampolgárok rendelkezésére. 29 munkatársunk dolgozik a nagykanizsai járási kormányablakban, és a személyes ügyintézés szinterének a csúcsáról beszélünk most. Az épület adottságai is rendkívül kiválóak, és a kormányablakra, amire közel 100 millió forintot költöttünk, az épületre is költöttünk energetikai szempontból, több mint 150 millió nettó forintot, hiszen nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, villamossági rendszernek a korszerűsítése, energiatakarékos égők felszerelése, napkollektor felszerelése történt meg, és hát nagy örömünkre maga a város, Nagykanizsa megyei város csatlakozott az ötös téri rehabilitációs programmal, és elmondhatjuk, hogy a 3 beruházás együttesen szolgálja a nagykanizsaiak és a Kanizsán környékén élőket, hiszen egy teljesen megújult környezetbe érkezhetnek ide ügyeket intézni. Más szempontból is speciális a helyzet, hiszen nem csak a munkatársak kaptak kiváló képzést arra vonatkozólag, hogy az ügyfelekkel ügyfélbarát módon tudjanak foglalkozni, hanem, ahogy említette, energetikailag is megújult, és informatikailag is megújult a kormányablak. Mik ezek a fejlesztések, amik eltérnek, speciálisan eltérnek mondjuk a többi kormányablaktól? A kormányablakok úgy általában egységesek, hiszen egységesek abban, hogy több mint 450 ügyintézhető jelen pillanatban. Abban is egységesek, hogy haladunk a 2500 ügykörös ügyintézés felé, tehát folyamatosan bővülő ügykör típusokról van szó. Egyúttal olyan informatikai fejlesztések zajlanak a járásokat érintően, amelyek a kormányablakba dolgozók életét könnyítik meg. Egységes címtár, csoportmunkafelület, és még sorolhatnám. A lényeg az, hogyha ide belép egy állampolgár, akkor egy ablakos ügyintézést kapjon. Ez azt jelenti, hogy ne kelljen más szervhez menni ügyfélszolgálatra. Ezt a célt szeretnénk elérni. Nagykanizsa annyiban speciális, hogy a járáshivatalvezető asszony előkészítette az Ady utcai közlekedési felügyelőségnek a költözését ide, a járáshivatal épületébe. Az egy megyei szerv ugyan, kormányhivatal alá tartozó megyei szerv, viszont számos ügyféllel rendelkezik a Ady utcába, és el kellett jönniük az okmányaikat intézni a járási kormányablakba, vagy a volt okmányirodába ide. Most egy helyen lesz a kettő, és január 1-től az a tervünk, hogy ezeknek az állampolgároknak se kell két helyre menni. Ennyiben is speciális Nagykanizsa. És hát annyiban, hogy itt a várossal összetudtuk hangolni a beruházásainkat, és hát direkt megvártuk a városi beruházást is ezzel az avatóval. Rengeteg ember dolgozott itt a kormányablak elkészültén, az épület elkészültén. Azt is említette, hogy nem is költözött el a hivatal, ez is egy speciális szempont volt. Mennyire van megelégedve a kollégái, a kivitelezők és egyáltalán a város hozzáállása? Hát a kollégáim csodálatosak abban az értelemben, hogy vállalták azt, hogy a felújítások közepette ugyanúgy viszik tovább az ügyeket és segítenek az állampolgároknak. Járáshivatal vezető asszony nagy gondot fordít arra, hogy minden állampolgár ne távozzon innen dolga végezetlenül, és minden állampolgár megelégedve lépjen ki ebből az épületből. A kollégáknál is ezt az elhivatottságot érzem. És rendkívül fontos az, hogy érzem azt is, hogy egy megújult környezetben teljesen más attitűddel, hozzáállással viszonyulnak az állampolgárokhoz. Ugyanezt várjuk el valamennyi járásban, nyilván más-más adottságok közepette dolgoznak. Itt egy olyan helyi adottság van, hogy egy régi épületből egy nagyon korszerű ügyfélszolgálatot tudtunk kialakítani. Ennyiben is speciális lényegében Nagykanizsa. Arra külön büszkék vagyunk, hogy a 7 kormányablokon túl megújult még legalább 3 olyan ügyfélszolgálatunk, lentébe Zalaszentgróton és Keszthelyen, ahol akadálymentesítést végeztünk el. Ezek földhivatali vagy foglalkoztatási szolgálatok,
És arra is büszkék vagyunk, hogy amikor elköltünk energetikai felújításra 1,62 milliárd forintot a megyébe, akkor helyi cégek dolgoznak. Tehát Nagykanizsán, Nagykanizsai, Zalaegerszegen, Zalaegerszegi cég, és ez a helyben a helyi munkaerő megtartásban nagyon fontos szerepet játszik. Ebben nagyon elhivatott Lázár miniszter úr, a miniszterelnökség, miniszterelnök úr, hogy helyben hasznosuljanak az állami források, és ne egy idegen cég építse. A helyi cég arról híres még, hogy igényes a munkájára, ugyanis nem megy el. A helyi cég tulajdonosa, cégvezetője elsétál a Kanizsai Erzsébet téren, és ha megállítják, hogy milyen munkát végeztél a járási hivatalba, akkor nem mindegy, hogy mit mond, ugye. És ezért nagyon fontos az, hogy helyiekkel dolgozzunk, és én úgy látom, hogy kiváló minőségben készült el, és informatikailag is nagyon oda tették magukat a szakemberek, hiszen minden működik, minden rendben van.